Köszönöm szépen. Én a villamosenergetikai rendszerek kutatólabort képviselem, Magyar Attila vagyok. Személyes vonatkozás talán annyit, hogy a teljes szakmai pályafutásom az az egyetemhez köthető. Egyetemi hallgatóként is itt tanultam, és most egyetemi tanárként is itt dolgozom a Műszaki Informatikai Karon. Az előadásomat három fő szegmensre tagoltam. Először bemutatom röviden a kutató labort tagjait. Általában a tevékenységünkről beszélek. Majd utána néhány specifikus példa keretében fogok a fő tevékenységi körünkről beszélni. Előre is elnézést kérek, ezek nem annyira általánosak. Én elkövettem azt a galátságot, hogy elég konkrét és elég mérnöki dolgokról fogok majd itt beszélni, és az előadásomat remélhetőleg, hogyha az időből nem csúszok ki, akkor a jövőre vonatkozó terveinkkel fogom majd befejezni. Itt a délutáni szekcióban még nem volt idézet, úgyhogy én egy Donald Knuth idézettel jöttem, elnézést, hogy képregény formátumban. Ezzel az idézettel én azt szeretném majd ellenpontozni, hogy majd látni fogjuk itt a tevékenységi körünkben, hogy sok esetben mi az optimalizációhoz nyúlunk, mint eszköztárhoz, és itt Knuth professzor úr erre vonatkozó gondolatát állítottam ezzel szembe. A kutatólaborról beszélni tagok tekintetében nem mindig egyszerű, mert például egy PhD hallgató esetén, hogyha több témavezetője van, akkor az több kutatólaborban is előfordulhat. Például Nolmayer Attila ma már szerepelt egy kutatólabor szereplőjeként. Illetve a másik véglet pedig, amikor egyetemi tanárokról beszélünk, hogy a Hangos Katalin professzor azt, hogy kutatólaborjából nőtte ki magát ez a kutatólabor néhány évvel ezelőtt. Itt több szereplő is az ő PhD hallgatója volt, de ez az a 8 személy, aki jelen pillanatban a legtöbbet tesz szakmailag ahhoz, hogy itt a kutatólaborunknak tudományos és szakmai kimenete legyen. Van két egyetemi tanárunk, két egyetemi docensünk, egy adjunktusunk és a három piros hátterű PhD hallgató. Külön kiemelném ezt a szakállas úriembert, akit szerintem nem kell bemutatnom senkinek. Vele azért szeretek együtt dolgozni, mert nem kell menedzsernek lennem. Ő a kelleténél is több projektet hoz, bár most ugye neki is nehéz a dolga, tehát én nekem van lehetőségem arra, hogy a szakmai dolgokkal foglalkozzak. Itt a stáblistából gyakorlatilag levezethető, hogy mi az a szakmai háttér, amivel mi rendelkezünk. Szeretnénk hinni, hogy erős rendszer és irányítás elméleti, illetve villamosmérnöki háttér az, amivel mi jövünk, és illetve ehhez még szeretjük hozzá gondolni, vagy remélni az, hogy az alkalmazott optimalizációban is van tapasztalatunk. Az, hogy ezt a tapasztalatrendszert mi mire használjuk, hát ha egy szóval kellene leírnom, akkor azt mondanám, hogy megújulók. Megújulóknak a termelésétől, a hálózati integrációján keresztül, az akkumulátorban való tárolásán át, az okos hálózatokon való mozgatásán, illetve az árampiacon való eladásáig, bármivel és mindennel szívesen foglalkozunk. Mi egy alapvetően alkalmazás-centrikus kutató csapat vagyunk. Ezt majd a példákon is látszik, hogy nagyon, nagyon ugrálni fogok. Viszont, hogy az alapkutatásról is tudjak nyilatkozni, most augusztusban zárult egy 5 éves OTKA pályázat, ahol ezeknek az eredményeknek ha nem is differenciál egyenletek formájában, de alapkutatási közeli eredményeket sikerült publikálnunk. A tevékenységünket a legegyszerűbben úgy fogom tudni illusztrálni, hogy példákat hozok arról, amivel mi foglalkozunk. 4 fő témát hoztam, ezekben a közös nevező az a
a megváltozó villamosenergia hálózat, talán így lehetne a legjobban megfogni. Itt a megváltozó villamosenergia hálózat alatt azt értem, hogy a pár évtizeddel ezelőtti centralizált villamosenergia hálózat felől vagy tól mi egyre jobban tolódunk el az elosztott decentralizált hálózat felé, és ezen az eltolódáson, ezen az úton rengeteg akadály, probléma, vagy megoldandó érdekes feladat vár ránk, és mi ezek közül néhányat, ami minket valamilyen szempontból megfog, ezekkel szívesen foglalkozunk. Az első, bocsánat, én a oktatási beidegződés, hogy én ilyen problémakitűzésekben gondolkodom, ezt majd négy ilyen példa lesz, tehát aki nem írja elviselni, az annak kitartás. Az elsőt azt a fogyasztó oldali befolyásolás témakörébe kapcsolható. Ez a fogyasztó oldali befolyásolás ugye ez azt jelenti, hogy az érzékeny egyensúlyt, ami az energia termelése és az elfogyasztása között próbálunk megtalálni, ezt a fogyasztókon keresztül igyekszünk, tehát a fogyasztó oldalán mozgatjuk a mérlekhintát, mégpedig indirekt módon a villamosenergia árán keresztül. Tehát a feladatunk az az, hogy adott egy úgynevezett másnapi piaci környezet, tehát ez azt jelenti, hogy óránként változik a villamosenergiának az ára, és ezt az értéket mi 24 órára előre ismerjük. És ebben a piaci környezetben szeretnénk egy villamosfogyasztót mi költséghatékonyan, költségoptimálisan üzemeltetni. Ez a fogyasztó most az egyszerűség kedvéért egy hűtőszekrény, azt mindenki el tudja képzelni. Feltesszük, hogy a hűtőszekrénynek a dinamikus modelljét, tehát a viselkedését azt ismerjük, le tudjuk írni matematikai egyenletekkel. Ugye előttem kettővel a matematikus kollégák óvatosan vigyáztak, hogy nehogy egyenleteket dobáljanak fel, én most itt beleléptem ebbe a csapdába. És ennek a modellnek az ismeretében ki tudjuk számolni, hogy egy adott működés az mennyibe kerül, ugye mennyi a villamosenergia ára, be volt-e kapcsolva a hűtőszekrény vagy nem, illetve ezen felül még tudjuk a működési korlátokat, ezek jellemzően hőmérséklet tartományokat definiálnak. Ezt a problémát a rendszer és irányítás elméletben a modellprediktív irányítással szokás megközelíteni, mivel itt egy bekikapcsolási bemeneti jel van, ezt itt egy modellprediktív ütemezésként oldottuk meg. Itt a jobb alsó sarokban látszik az általunk javasolt heurisztikus optimalizáló algoritmusnak a működése. Itt nagyon egyszerűen látható, hogy megfelel a mérnöki elvárásoknak, illetve a józan paraszti észnek, hogy ha megemelkedik a villamosenergia ára, akkor jól laposan lehűtjük a hűtőszekrény belsejét, ez a TIA a belső levegő, mint mérlegelési térfogat hőmérséklete. Igen, ám csak az a probléma, hogy ha nem pontos a modellünk, akkor ez az algoritmus túlságosan és feleslegesen konzervatív viselkedést mutat. Itt a piros ábra ez a valódi hűtőszekrénynek a viselkedése, hőmérséklete, a kék pedig a modell által, hát csúnya szóval hitt hőmérséklet. Látható, hogy ez nem teljesen fedi a valóságot. Ez az abból fakad, hogy a hűtőszekrényt azt nem üresen használjuk, hanem vannak benne mindenféle termékek. Ez megváltoztatja ugye a hűtő belsejének a hőkapacitását, és ezt újra és újra kellene paramétert becsülni. Szerencsére ezt meg tudtuk oldani egy viszonylag egyszerű online lépés segítségével. És meglepő, hogy hány ember foglalkoztat a hűtőszekrények ütemezése. Sajátunkkal együtt 6 különböző cikket sikerült találnunk, ahol ezt a problémát oldották meg, és szerencsére a mi eredményünk bizonyult a leghatékonyabbnak, milyen volt az optimális megoldás. Most ugorjunk a hálózatnak egy másik részére, a termelési részre. Itt a téma címe az hálózati aszimetria csökkentése háromfázisú hálózatban. Háromfázisú hálózatról szerintem mindenki az legalább megvan, hogy az három darab színuszos feszültség vagy áram jelalakot jelent, 120 fokkal egymástól képest eltolva. Ez az ideális eset. A valóságban ezek nem csak, hogy nem színuszosak minden esetben, sok ilyen trapézszerű jelekről beszélünk, de az amplitúdó meg a fázis viszonyok sem állnak túl közeli kapcsolatban az ideális esettel.
És itt a probléma, amit megoldunk, az az, hogy adott egy háromfázisú inverterünk, amit gyakorlatilag meg lehet mostanában venni itt egy HMKE gyakorlatilag, és ezzel az inverterrel mi háromfázisú áramjel alakot vagyunk képesek a hálózatba betáplálni. Ezt mindenki tudja, akinek van egy ilyen invertere. Mi a hálózatról nem tudunk semmit, vagy nem tételezünk fel semmiféle tudást. Annyit tudunk, hogy a csatlakozási ponton a feszültséget tudjuk mérni. Ez az, amit a törvényi szabályozás is megenged nekünk. És ebből a feszültségjelalakból származtatunk egy számszerű értéket, ami ezt a feszültség aszimmetriát nekünk számszerűsíti. Ez valamilyen viszonyszám vagy feszültség aszimmetria mutató. Erre léteznek standard normák. És amit mi itt megpróbáltunk, vagy meg is oldottunk, hogy ezt a számértéket mi megpróbáljuk egy optimalizálási eljárás formájában ezt a lehető legalacsonyabban tartani. Tehát az optimum feladat, keresési probléma az, hogy a három darab színuszos áram értéket, ugye ennek van egy amplitúdója, meg egy fázisa, ezt szeretnénk úgy betáplálni az ismeretlen hálózatba, hogy ez a furcsa nevű norma, ez a lehető legkisebb legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy 6 dimenziós a keresési tér, ami nehezíti a helyzetünket, hogy nem ismerjük a hálózatot, tehát a költségfüggvénynek a formáját sem tudjuk, tehát vakon próbálunk lejutni a völgybe, hogyha ha a turisztikai példát szeretnék ide citálni. Erre több deriváltat nem használó optimalizálási eljárás létezik, ebben most nem szeretnék belemenni. Viszont ugye korábban említettem, hogy ezt a feszültség aszimmetriát valahogy számszerűsítjük. Itt mi, illetve egy azóta már nem velünk dolgozó PhD hallgató, Neukirchner Laci ötlete nyomán bevezetünk egy teljesen újszerű feszültség aszimmetria normát. Itt a komplexet én majd a hagyományos komplex értelemben fogom használni, tehát egy színuszos jelalak leírható egy komplex vektorral, ugye ennek van amplitúdója és fázisa. Itt a fekete szaggatott vektorok, ez egy ideális háromfázisú színuszos hálózatot reprezentálnak, a kék pedig a valóság, ami messze van az ideálistól. És a norma, amit mi bevezettünk, az a piros terület, ezt elegánsabban szimmetrikus differenciának szokás hívni, és hogy egy picit a multidisciplinaritásnak a húrjait megpendítsem, ez egy elég gyakran használt norma például a képfeldolgozásban, csak ott nem csak háromszögekre, hanem tetszőleges poligonokra szokás ezt definiálni. Itt a jobb oldalon pedig az látszik, hogy ezt a normát, vagy egy másik normát használva egy szimulált, de valós értékeken alapuló szimulált hálózaton hogyan sikerült ezt az aszimmetriát lecsökkenteni. A harmadik téma az kapcsolatba hozható Vati Áginak a témájával, árampiaci dolgokról fogok beszélni, pedig a gazdaság, közgazdaságtól nagyon távol áll tőlem. Itt portfólió optimalizálás címet adtam ennek a témának. Na jó, de mi az a portfólió? Hát a portfólió az, hogy ezt jobban meg tudjuk fogni, egy jó nagy lépést tegyünk hátra, és ne a hálózat adott szegmenseit vizsgáljuk most, hanem a hálózatban elosztottan jelenlevő fogyasztókat, termelőket, akkumulátorparkokat, például egy energiaközösség vagy egy kisebb falu juthat eszünkbe. És mi azt szeretnénk, hogy ez a portfólió, ez egy önálló egységet alkosson, egy önálló mérlekkört. Ezt úgy hívjuk, hogy egy aggregátor. Ez az aggregátor az annyit jelent, hogy ezen a portfólión belül valós időben mérni tudjuk bármelyik szereplőnek a fontos jellemzőit, illetve ahol ennek van relevanciája, be is tudunk avatkozni, tehát szabályozni tudjuk, például akkumulátort töltünk napenergiából származó villamosenergiával. No, és a feladatunk az, hogy ezt az aggregált portfóliót vigyük ki a villamosenergia piacra, és ott próbáljunk profitot maximalizálni. De a villamosenergia piacról csak nagyon-nagyon körvonalakban annyit, hogy ez egy eléggé összetett piaci környezet, több szintje van egy... itt villamosenergia piacként hivatkozom rá, hol a másnapi piac, a napon belüli piac,
szerepel, de vannak ennek mélyebb rétegei, ahol például ugye beszéltem a kiegyenlítés, a hálózat kiegyenlítettségéről, tehát a hálózat kiegyenlítésére használható esetleges kapacitásainkat is pénzé tudjuk tenni, és konkrét beavatkozásban is szerepet tudunk vállalni. És igazából ez az a réteg, ahol szűkebb az idő, vagy kisebb az időállandó, de nagyobbak a lehetségesen elérhető profitok. Ahogy ezt a feladatot megoldottuk, az egy szimulációs modell, illetve egy optimalizációs eljárás. A szimulációs modell az egy adott valamilyen paraméterekkel rendelkező portfóliót kell elképzelnünk. Itt fogyasztó van benne, napelem és akkumulátor. Ezeket mi egy diszkrét idejű, nem lineáris, 15 perces, ugye a villamos energia piacon általában 15 perc az időlépték, 15 perces lépésközű iteratív modellként írtuk fel. Ennek a modellnek vannak olyan részei, amik a villamos energiapiacról származnak, például a day-ahead, másnapi piaci árak. Vannak olyan részei, amik a meteorológiai adatokból származnak, tehát a napsütés intenzitása, illetve vannak mindenféle technológiai és belső paraméterei. A modellnek a kimenete az kettős. Egyrészt az energia áramlásra vagyunk kíváncsiak, másrészt a pénz áramlásra vagyunk kíváncsiak. Mi két különböző esettanulmányt vagy szenáriót vizsgáltunk meg. Az egyik az, amikor csak itt a felső rétegben tevékenykedünk, a másik pedig, amikor szinte mindenhol pénzé tudjuk tenni az általunk birtokolt és tárolt energiát. A szimulációs vizsgálatok egy teljesen átlagos 2022-es napra vonatkoznak, május 4-e. Itt ezen az ábrán, nem akarok belemenni a részletekbe, a felső ábrán az energiaáramlás látszik, az alsó ábrán pedig a pénz áram. Ami itt fönt a nullától fölfelé látszik, az az általunk, vagy a portfólió által elfogyasztott villamosenergiát jelenti. Ami a nulla alatt van, az pedig az általunk, tehát portfóliótól a villamos hálózat felé áramló energiát jelenti. Alul pedig ennek a pénzügyi vonatkozásai, itt ami nulla fölött van, a számunkra bevétel, ami nulla alatt a számunkra kiadás. Nagyon szépen látszik itt a narancssárga, ez a naperőmű által megtermelt energiát hogyan tettük pénzé, viszont ennek itt a szürke részét azt meg a saját fogyasztásunkba fordítottuk. Ez nem is annyira érdekes. Ugye ez volt az az eset, amikor csak a villamosenergia piacon, de a kiegyenlítő piacon nem tevékenykedtünk. Amikor megjelenünk a villamosenergia piac többi dimenziójában is, akkor egy sokkal dinamikusabb képet láthatunk, meg sem kísérlem ezt elmagyarázni. De ebből azért sejthető, hogy anyagilag jobban járunk, de az nem, hogy mennyivel. Tehát, hogyha ez alapján kellene döntést hoznunk, hogy egy ilyen portfóliót hogyan méretezzünk, hova telepítsünk, az nem lenne elegendő. Tehát ennek megfelelően mi egy teljes évre végig daráltuk ezt a szimulációt, és azt kaptuk, hogy itt az energiaáramlást én nem tettem be, csak a pénzügyi vonatkozásokat. A kék színű az a kiegyenlítő piacot is, tehát az összetettebb esetet tartalmazza. A narancssárga, vagy piros nem tudom megállapítani, ez pedig a klasszikus, csak a másnapi és a napon belüli piacot jelenti. És itt a szumma az, ami a legérdekesebb, tehát egy nagyon tekintélyes mennyiségű extra, azt hiszem, hogy az 1000 euróban van mérve, és egy teljes évre vonatkozólag. Tehát nagyon-nagyon megéri nem csak a klasszikus értelembe vett másnapi vagy a napon belül piacon tevékenykedni, hanem a kiegyenlítő piacot is igénybe venni. Itt ezt persze lehet tovább cizellálni, hogyha a portfóliót egy kicsit heterogénebbé tesszük. Ugye ebben nincsenek irányítható termelő egységek, például egy gázmotor vagy valami hasonló, amivel még célzottabban tudnánk sikereket, pénzügyi sikereket elérni. Ezzel a témával szorosan összekapcsolódik a negyedik és egyben utolsó ilyen problémakitűzés, a szolár termelés előrejelzés. Ez Bálint Roland kollégám nevéhez fűződik, sajnos már őt is elszippantotta tőlünk az ipar. Itt a feladatunk az, hogy tudjuk, hogy van egy napelemünk,
tudjuk, hogy hol helyezkedik el, merre néz, mekkora a dőlésszöge. Szeretnénk megbecsülni, hogy időjárás előrejelzéssel együtt, vagy az időjárási viszonyokkal együtt, vagy azok ismeretében mekkora termelésre számíthatunk. Ez három fő lépésből áll. Tehát első körben szolárgeometriai modelleket kell úgymond varázsolt Roland, és kiszámolta a tiszta égbolt alatt elérhető egy adott döntött felületre eső szolár sugárzást. Ezt kiegészítettük meteorológiai modellek előrejelzéseivel. Itt nem csak a felhőzetre kell gondolni, hanem a szél, a hőmérséklet, a csapadékra is. Mégpedig azért, mert ugye a külső hőmérséklet nagyban befolyásolja a napelem panel hőmérsékletét is, és ezáltal az ő hatásfokát, és például, hogyha lehűl a napelem, akkor sokkal jobban termel. Tehát egy ilyen hőmérsékleti dinamikát is bele tettünk. Tehát ez a hármas lépés az, amit itt mi vizsgáltunk, és itt látható. Hát két nap, az egyik az egy derült nap, a fekete a mért, tehát a valós mérés, a piros és a szaggatott kék az két darab meteorológiai modell, ARPEGE és HIRLAM, meg se kísérlem dekódolni, hogy minek a rövidítése, illetve van még felhőzeti adatok, de ezzel nem kell foglalkoznunk. Tehát látható, hogy napos időben ez egész jól működik, ugye ez nem is olyan nagy kunszt. A felhős időben az látszik, hogy hát ha ezt kiintegrálnánk, a feketét, illetve a piros szaggatottat, akkor úgy jó eredményt érnénk el. Ezek az apró kis, magasabb, kisebb időállandó dinamikák, ugye ezek a felhő átvonulások, amikből látszik, hogy ha egy kicsi árnyékot kap a napelem, akkor megnő a hatásfoka, megemelkedik a termelés. Tehát egy felhős időben nagyobb a maximális termelés, mint a napos időben. És elfogytak a példáim, hogy ami hátra van, az a tervek. Ugye a tervek arra valók, hogy az élet felülírja őket, de azért mégis érdemes őket néha újra gondolni. Hát együttműködni mindenkivel és bárkivel szívesen működünk együtt. A létező egyetemen túli együttműködésünk, akiket szívesen megemlítek itt, a Szapienci Egyetemről Márton Lőrinc professzor úr, Pázmány Péter Katolikus Egyetemről Szederkényi Gábor professzor úr, egyébként az OTKÁNK-ban ők kettőjükkel összesen hárman vettünk részt. A kutatási irányok közül, ami most úgy a kurrensebbnek minősül, ez a portfólió optimalizálás, illetve a fogyasztó oldali befolyásolás. Most már nem a hűtőszekrényt modellezzük, ott azt elfelejtettem mondani, hogy gyakorlatilag rengeteg olyan fogyasztó van, ami nagyon hasonló dinamikával működik, például egy villanyboiler, egy villamosfűtés, egy légkondicionáló például. Tehát ezekre mindre alkalmazhatók ezek az eredmények. Nagyon fontos szempont az utánpótlás nevelés, már csak kényszerből is, ugye, mert említettem, hogy két kollégánk is elment az iparba. Viszont itt az elején, amikor felvetítettem a társaságot, ott a villamosmérnöki alapszaknak, az oktatóinak a nagy részét láthattuk, tehát itt már csak szükségből is a villamosmérnöki alapszakot nagyon fontos bástyának tekintjük, és akkor erre épülve az összes mesterszakot, ami a műszaki informatikai karon megtalálható. Ez informatika tudományok doktori iskolát is érdemesnek tartom megemlíteni. Itt is igyekszünk az utánpótlás nevelésben kivenni a részünket. A Hangos professzor asszonnyal és Szedekényi professzor úrral két évente szoktunk egy haladó nem lineáris irányítás elmélet kurzust megtartani, ahova nem csak a Veszprémi, hanem az egész ország területéről jönnek PhD hallgatók, és viszonylag nagy sikerrel űzzük. A tudománymetriai adatok, a pályázati háttér, a publikációs lista és egyéb dolgok a kutatólabor honlapján elérhetőek, ami vagy a Műszaki Informatikai Kar honlapjáról, vagy majd az MKK honlapjáról lesz már elérhető. És köszönöm szépen a figyelmet!